Sziasztok, Sekonda vagyok, az IBM-nél dolgozom. Félig műszaki, félig ilyen marketinges állapotban. Ilyen Schrödinger macskáként. Én nem saját projektet hoztam, hanem egy olyan projektet, ami az IBM véleménye szerint egy új korszak kezdetét jelzi. Ez pedig a mesterséges intelligencia területéről kinövő kognitív gépek korszaka. Ez magától megy? Nem, nyomni kell egyszerűen. Én nem jöttem semmihez. Kicsit fölnyorsított. Most a poént mind látnátok, mehetek is. Ennyire gyorsan nem tudok beszélni. Azért beszélünk új korszakról, mert ha megnézzük a szemtestetek a fejlődését, akkor jól elkülöníthető két irány megfigyelhető. Az első tabuláló gépek korszakának nevezzük. Bizonyos feladatokra ezek alkalmasak voltak, de aztán a képességeik elértek egy adott határt. Aztán körülbelül a II. Világháborútól egy új korszak nyílt, programozott gépek korszakának nevezi az IBM, hát szakma. És a harmadik korszaknak a hajnalán vagyunk most. Ezt kognitív gépek korszakának hívjuk. A kognitív gépek azok nem csak egy rendszerrel, hanem egy irányjal jellemezhetők, de van egy nevezetes rendszer, amely a mesterséges intelligencia eredményeit országvilág előtt demonstrálta rendkívül meggyőzően, és én nem vagyok teljesen járatlan vagy szakmán kívüli, de engem lenyűgözött az, amit láttam. 3 évvel ezelőtt mutatkozott be Watson, egy televíziós műveltségi vetélkedőben a játék két örökös bajnokát hívta ki, és némi szerencsével győzte le. A dologban nem az volt az érdekes, hogy nyert a gép, mert ezt sok mindenre lehetne magyarázni, az volt az érdekes, ahogyan szerepelt. Úgy szerepelt, hogy az volt az embernek az érzése, hogy itt valami mesterséges intelligenciát lát. Nagyon sokáig a kutatásban, mesterséges intelligencia kutatásban váltogatták egymást az ígéretek, és a csalódások. És Watson az egy olyan rendszer, ami nagyon régi ígéreteket látszik beváltani. A lényege a Deep Question and Answer technológia, amelynek tulajdonképpen úgy foglalhatjuk össze a működését, hogy természetes nyelven megfogalmazott kérdést táplálunk bele, és 3-4 releváns választ ad vissza úgy, hogy meg is tudja magyarázni, hogy a kérdésre miért ezt válaszoltam. Alkalmazási területe egy ilyen absztrakt módon megfogalmazható megoldásnak rengeteg van. Az egyik, amiben már bizonyít és életeket ment, az az orvosi diagnosztika és személyre szabott terápiás javaslat készítése. Az orvosi diagnosztikában a feladat úgy merül föl, hogy természetes nyelven megfogalmazott rengeteg kérdés az, ami az orvos elé áll. Az orvosnak a háttér tudásával, a háttér információkkal, amikhez hozzáférhet, a beteg egyéni adataival, kortörténetével, a gyógyszerekre vonatkozó legújabb kutatásokkal, mindennel tisztában kell lenni ahhoz, hogy jó diagnózist és jó terápiás javaslatot adjon. Ez emberileg feldolgozhatatlan mennyiségű információt jelent, hogyha jó diagnózist akarunk adni, viszont a gép, hogyha rendelkezik olyan képességgel, amit egyébként egy asszisztenstől várnánk el, nevezetesen, a problémából kiindulva, ami természetes nyelven van megfogalmazva, szintén természetes nyelven hozzáférhető hatalmas korpuszban keressen releváns tartalmakat, kapcsolja össze az eredeti problémával, rangsorolja, értékelje, értelmezze, és valamilyen módon adjon javaslatot a tovább lépésre. Ha lenne ilyen gépünk, akkor az nagyon sokat tudna segíteni. És a Watson ilyen jellegű működést mutat. De nem csak ezt az egyszerű, hát ilyen favágó munkát lehet rábízni. A Watson új területre merészkedett a közelmúltban, megpróbálkozott a kreativitással, és az a meglepő, hogy a tesztközönség szerint sikerrel járt. A Chef Watson programban azt kapta feladatul, hogy a felhasználó által megadott hozzávalókból és stílusból, ízvilágból kiindulva készítsen recepteket, amiket meg lehet kóstolni. Természetesen Watson nem tud főzni, de a kreatív munkát a kiinduló pontok alapján a recept létrehozását ellátja. Van egy beta program, ennek én része vagyok, hogy ha valakit érdekel, akkor meg tudom mutatni internet kapcsolat, ha volna, meg tudom mutatni, hogy ez hogy működik. Ha valaki
kedvet érez, akár ki is próbálhatja, hogy adom a recepteket. Kipróbálták egyébként néhány szakács, két Michelin-csillagos szakács, meg az ő tanítványai, elkészítették Watson néhány receptjét, a legsikeresebb az a vietnámi alma kebab lett, aminek a fő hozzávalója az eper. És akik megkóstolták, azt mondták, hogy nagyon finom. De egyetlen ember, még a szakácsok sem állították azt, hogy ők maguktól ilyet kitaláltak volna. Tehát azt mondhatjuk, hogy a gép mutat olyasmit, amit az ember kreativitásnak nevez. És mi kell Watsonhoz, hogy elfusson? A bemutatkozó showban nagyon szigorú időkorlátok voltak, és nagyon fontos volt a sebesség, ezért szuperszámítógépet kellett alárakni, de az algoritmus maga elfut egy kisebb rendszeren is. Akár egy szerveren, amit a jobb oldalon láttok, akár felhőben, és az egyszerű hordozható eszközeinkkel a Watsonnak elküldhetünk kérdéseket. Ez még a nagy közönség számára nem elérhető ez a technológia, de hamarosan az lesz. És nem csak a Watson lesz az egyetlen példány és az egyetlen technológia, ami a kognitív területre merészkedik. Az IBM dolgozik a mesterséges agy létrehozásán, már tudunk egy olyan méretű, funkciójában még nem megegyező rendszert létrehozni, amely egy makákó agyát éri el, nem működik úgy, viszont azok a technológiák, amelyek szerintünk ebben a harmadik korszakban, a kognitív korszakban majd ugyanannyira körülvesznek minket néhány év fejlődés után, mint ma körülvesz a számítógépek második korszaka, ezek egy olyan kognitív környezetet teremtenek, amelyben az úgynevezett kogok, azok az elemek, amelyek mesterséges intelligencián alapulnak, és az mi nomenklatúrák szerint kognitív elemek lesznek, ezek önálló, nem azt mondom, hogy ilyen Skynet-szerű, de kicsit talán a félősebb embereket arra emlékeztető rendszerben egymással és az emberrel beszélgetnek. Ezeket azért hozzuk majd létre, hogy a mi életünket könnyebbé tegyék, és én bízom benne, hogy egymással is csak erről fognak beszélgetni. Köszönöm szépen a figyelmet! Nyelvtámogatás. Tehát, hogyha természetes nyelven kommunikál, pont. Év végére tervezik a japánt és a spanyolt. Többszöri fenyegetésükre sem voltak hajlandóak válaszolni arra, hogy a magyart, amikor kezdenek foglalkozni. Mutatnék. De a Watsonnak kapcsolatos információk nem félnek. Tehát 5 percben nem tudtam többet. Tehát egy kérdést tudtunk-e tenni? Nem, ilyen nincs. Nincs ilyen demo, hogy kérdezzük a Watsont. Olyanok vannak, amiket előre föltettek, tehát előre használták ezt természetesen, és akkor vannak ilyen felvett videó izék, azokat kereshetünk, persze, és akkor az is lenyűgöző, az az érdekes. Tehát nem fűződik, persze fűződik, de igazából nem akar ebből így kamu oldalon csinálni az IBM nagy csinadratát, hogy akkor lám-lám, valahogy meghamisítottuk és minden is a Watson. Mert ebben az az izgalmas, hogy tényleg eljutottunk oda, hogy valamit tud. Egyébként, hogyha az első ilyen nagy lökés hullámot szeretnéd átélni, akkor nézd a Jeopardy Challenge-et, az kim van a YouTube-on, és az olyan, hogy nem tudsz felállni a székből. Én legalábbis nem tudtam felállni a székből, amíg végül néztem a 2 óra adást. Mert az olyan, hogy basszus, gyerekkoromban arról olvastam, hogy ez a 39. században lesz. Ilyen érzés volt nekem, de persze ilyen naiv marketinges volt. Másik kérdés? Bocs, ha ez van nyilvánosságra hozva, hol tarthat a nem nyilvános kutatás ezen a területen? Jó kérdés, én a nyilvánosság része vagyok. Ádám? Adatból mit teszik, illetve mit tudok ezzel egymásnak ellentmondó cuccokat? Ha oda ültetjük elé a klasszikus oltásnak a dolnyukát, akkor mit mond neki? Klasszikus mit? Klasszikus oltásnak a dolnyukát, aki fél attól, hogy autista lesz a kisgyereket. Nem hallom, hogy magasz. Amikor oda ültetjük elé, mint a Hogyha az ember Google lenne című videóban, a oltástagadó anyukát, aki meg van győződve róla, hogyha egy talált van arra, hogy a gyereke autista lesz, akkor mit mond neki Watson? Mit mond a nagyon ellentmondó Watson? Van Watsonnak egyébként egy ilyen debater változata, ami azzal foglalkozik, pont, hogy egy állításhoz, mondjuk az oltás is lehet egy ilyen, hogy az oltástól autista lesz a gyerekben. Gyűjt érveket és ellenérveket, és akkor ezekről így beszámol, meg ezeket rangsorolja.
Igazából egy általánosságban nagyon nehéz válaszolni erre a kérdésre, mert én magam is úgy gyűjtöttem az információt, és szerintem ti is egy jobb képet arra akkor kapjátok, hogyha megnézitek azt a rengeteg tesztesetet, amiben a Watson jól produkál. És az az érdekes, és ettől válik számomra hitelessé, hogy azokat is meg lehet nézni, amikor rosszul. Tehát azokat nem motivozták ki a versenyből, és ott hagyták, és mutatták, hogy a Watson verseny működését reprezentáló kis segédeszköz kirakták a show közben képernyőre, hogy láthassa a néző, akit érdekel, és lehetett látni, hogy a Watson néha hülye, ostoba. Ennek ellenére, hogy benne van az ostobaság, amiben jó, abban annyira jó, hogy tudunk vele dolgozni. Ez a dolognak a holdereje, hogy elért egy olyan szintet, hogy tudjuk használni. Bocsánat, szerintem már nem is válaszoltam a kérdésedre, de majd... Sörmületi fontos a kérdést. Pontosan mi az, amiben jó? Watson úgy lehet elképzelni, mint egy ilyen intelligens könyvtárost. Van egy kérdésem, nem tudom, hogy haladjak tovább, Watsonhoz fordul, és a Watson visszaad nekem viszonylag gyorsan olyan dokumentumokat, amelyek valóban tovább segítenek az úton. Például az orvosi diagnosztika, vagy a kutatásfejlesztés, vagy a pénzügyi tanácsadás elsősítő. Ebben igazán. Tehát tőzsdízni lehet? Lehet. Ha dokumentálva van valami, akkor arra lehet. Igen. Nos, valószínűleg nem egy parta tudás tára van belül. Milyenek a belső tudás reprezentációi? Nagyon jó kérdés, de ezeket nem dokumentálja az IBM. A technológia nagyon sok olyan szabadalmat tartalmaz, amit meg most éveznek be. Néhány ilyen tudományos publikáció elérhető, de ezekre a kérdésekre nincs válasz. Nincs. Ők tudják, de nem lehet hozzáférni, én sem tudok hozzáférni. Tehát az, hogy konkrétan mik azok a megvalósítási finom hangolások, amelyek a tudomány számára egyébként már elérhető és kipróbált dolgokon túlmutatnak, ebben sajnos nem tud segíteni pillanatnyilag. Watson mennyire tanul? Tanul, a gépi tanulás beépített komponense, és a játékban nem, de a jelenleg, hát a játékban is valamennyire tanul, de érdekesebb, hogy a hétköznapi életben alkalmazott változat, az attól függően, hogy a végfelhasználó, aki a kérdés betáplálta, elégedette a válaszsal, vagy pedig valamelyet tovább akar menni, az ki tudja szűrni, tudja értelmezni, és visszajelzi a saját következtetési mechanizmusát, és tovább fejlődik, tehát a gépi tanulásba épített komponensen. Folytassuk Sörmelet, köszönjük szépen. Jó, itt bocsánat, itt még volt egy kérdés, amikor már tudom. Mennyibe kell egy Watson? Most, hogyha hozzá szeretnék, hogyha szeretnék venni egy Watson? Még nem lehet megvásárolni. Jelenleg még olyan fázisban van, ami nem a kereskedelmi változat. Kutatási együttműködési projektek keretében sok-sok betáplált dollár után lehet dolgozni. Köszönöm szépen.